Csípős hideg szél fúj a Balaton partján. Az elmúlt napok 0 fok alatti hőmérsékletének köszönhetően vékony jégréteg alakult ki csupán, a sportolásra alkalmas fagyás még várat magára. Jelenleg optimális a vízállás, mondja Burus Zoltán, a Kaposvári Egyetem természeti erőforrások tanszékének vezetője. Szerdán a keszthelyi, nem hivatalos mércén 116 cm-es vízállást olvasott le. A mezőgazdasági vízgazdálkodással, szennyvíztisztítással, vízminőségvédelemmel foglalkozó szakember azt mondja, a téli időszakban másképpen kell kezelni a vízállást. Télen nem jó a magas vízállás, mert akkor sokkal nagyobb károkat tud tenni a part kiépített szakaszain a jég, tehát nagyobb lehet a jégkár. Most egyelőre nem állt még be a Balaton, de a jelei már mutatkoznak. Hát meglátjuk, hogy mennyire fagy be, és akkor tényleg előfordulnak-e majd károk. Amúgy a Balatonnak a vízminősége az jó, itt a víznek a tisztaságát látjuk, és ezzel meg lehetünk elégedve. Számos a Balatont pozitívan érintő fejlesztés történt az elmúlt évtizedekben. A teljes vízgyűjtő területen a szennyvíztisztítás magas fokot ért el. A zalaegerszegi üzemek szennyező tevékenységei gyakorlatilag megszűntek. A húsüzem és a nagyobb ipari létesítmények saját maguk kezdték el a vizet tisztítani, hogy ne büntessék őket a rossz vízminőség miatt. A Kis-Balatonon megvalósított fejlesztések is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy jó minőségű legyen a tó. A szint hozzáértő szabályzása szintén eredményt hozott. November 22-e óta nyitva a siófoki zsilip, szerda délutánig másodpercenként 26-29 köbméter vizet engedtek le. Most a hidrológiai előrejelzések alapján egy kicsit csökkentjük épp ezen a mai napon az eresztést. Tehát a cél most az, hogy 19-e délutántól, tehát ma délutántól már csak 15 köbmétert eresztünk ki másodpercenként a Balaton vizéből. Egyelőre még nem lehet tudni, hogy meddig tart ez az eresztés. A mai vízállás egyébként 112 cm. Tehát most még nem tudom megmondani, hogy meddig tartjuk még fenn az eresztést. A szóvivő is megerősítette, a mostani mérések is azt mutatják, a tóvíze kiváló minőségű, semmilyen probléma nem jelentkezett az elmúlt hónapokban.